Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Merre Továbbot, a Szolnok Televízió pályaválasztási magazinját látják. A mai epizódban bemutatjuk önöknek a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum újszászi Rózsa Imre középiskoláját és kollégiumát. Tartsanak velünk! ...1962-ben alapították ezt az iskolát, eredendően általános iskola és gimnázium volt, ezt követően lett autóforgalmi szak középiskola, és innentől kezdve terebélyesedett a képzésünk, hamarosan lett vasutas képzésünk, hogy egyszerűen nevezzük a dolgot, ezután jött az informatikai képzés, és a legújabb képzésünk, ami 4 éves múltra tekint vissza, az pedig a rendészeti képzésünk. Jelenleg most akkor mi az, amit tanulhatnak a diákok ebben az intézményben, ebben az iskolában? Továbbra is van gimnáziumi képzésünk, általános gimnáziumi osztályként, ahol belügyi rendészeti ismereteket és honvédelmi ismereteket tanulhatnak már 9. osztálytól kezdve, 11. osztályban pedig különböző közismereti tantárgyakból választhatnak maguknak közép- és emelt szinten fakultációt. 3 ágazatban 6 szakmát tanítunk a gyerekeknek. Közlekedési, szállítmányozás és logisztikai ágazatban vasutas képzést folytatunk, vasúti forgalmi szakirányban és vasúti áru forgalmi szakirányban. Informatika ágazatban folytatunk képzést, szoftverfejlesztőket, és legújabb képzésünk, hogy idén indítjuk először a gazdasági informatikus képzésünket. Folytatunk még mindig ebben a hosszú nevű közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ágazatban logisztikus képzést is, nyilvánvalóan, és rendészeti ágazatban pedig közszolgálati ügyintéző képzést. Ennek kicsit a neve megtévesztő, valójában mi itt a rendészeti szakközépiskolák és a Nemzetvédelmi Egyetem számára készítjük elő a tanulókat arra, hogyha rendőrtisztek akarnak lenni katasztrófavédelemnél, vagy a hadseregnél szeretnének dolgozni, akkor megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek ehhez. 4+1-es a képzésünk, 9-től 12-ig ugye elsősorban az érettségre való felkészítés, és 5. évben pedig a szakma tanulása kerül előtérbe. Elsősorban ugye a közlekedési képzésnél a megfelelő műszaki főiskolák, egyetemek kerülhetnek szóba, közlekedési mérnök karai, ahová mehetnek. Elsősorban Győr, ugye ahol kifejezetten vasútmérnököket képeznek, számos diákunk folytatta ott tanulmányait, többek közülük már itt tanítanak nálunk, és úgy döntöttek, hogy a vasút helyett inkább az iskola világát választják. A rendészeti képzésnél egyértelműen a Nemzetvédelmi Egyetem az, amelyik logikus tovább lépést jelent, viszont olyan magas számban tanulnak testnevelést és speciális gyakorlatokat, amit tulajdonképpen testnevelés, így leegyszerűsítve számunkra, ami lehetővé teszi, hogy akármilyen testnevelés szakos képzésbe is bekapcsolódjanak, főiskolákon, egyetemeken, vagy rögtön magát a testnevelési egyetemet célozzák meg. Az informatikusaink nyilván informatika ágazatban bármilyen területre képesek tovább menni. A képzés jellegéből fakadva nyilván elsődlegesen azok a dolgok jelentenek számukra továbbmenetet, ahol mérnök informatikus képzések vannak, szoftverfejlesztőként, de mehetnek applikációfejlesztőknek, weblapfejlesztő szakirányokba is. Nyilván ez majd az egyetem az általános képzés után, amikor választhatnak lehetőségeket, arra mennek tovább, ami szívükhöz legközelebb áll. Ők rendészeti ágazati képzésben vesznek részt, ennek a hivatalos neve közszolgálati ügyintéző, ami a rendészet közszolgálati ágazathoz tartozik. Elméleti ismereteket kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, az azokat meghatározó jogszabályokról, alapjogi ismereteket tanulnak. Ebben van alkotmány ismerettől jogi ismeretekig sok minden. Magán szférával kapcsolatosan személy és vagyonőri ismereteket szereznek, tanulnak gépírást, rendészeti informatikát,
büntetőjogot, büntetőeljárási jogot, szabálysértési jogot, tehát tulajdonképpen minden a rendvédelmi munkához, vagy a közszolgálati ismeretekhez kapcsolódóan az alapismereteket tanulják meg. Emellett van nekik, mint ahogy látjuk, gyakorlati képzésük, a gyakorlati képzéshez több részből áll szintén. Itt ugye az elméleti tudást kell bemutatniuk, viszont tanulnak mellette önvédelmet, van nekik lövészetik, intézkedés taktikát tanulnak. Tulajdonképpen itt is az alapokat tanulják meg, ami a rendvédelmi pályához szükséges. Nem csak fiúkat látunk itt a teremben, hanem bizony lányokat is. Akkor mondhatjuk azt is, hogy a lányok körében is igen népszerű ez a szakma? Igen, népszerű. Elég sok, olyan majdnem fele-fele arányban vannak a fiúk és a lányok. Nagyon ügyesek a lányaink egyébként. Különböző pályákra járunk, büntetésvégrehajtási intézethez, katasztrófavédelemhez, a társszervekhez, rendőrséghez. Tulajdonképpen az ő tevékenységüket ismerik meg. Most a végzős osztályunkban van, aki a büntetésvégrehajtáshoz szeretne menni dolgozni lányként. Alapvetően két irányú az informatika képzés. A szakgimnazisták számára közismereti informatika órák vannak, most is épp a 10. B osztályban, a rendvédelmi osztályban. Egyébként ezen kívül számos szakmai informatika óránk van, mivel informatikai szakgimnazisták is tanulnak az intézményben. Úgy gondolom, hogy intézményünkben elég komoly eszközpark áll a diákok rendelkezésére, amit a tanárok segítségével igyekszünk is kihasználni. A tanárok is úgy gondolom, hogy elég jól képzettek ezen a téren, és szinte a legtöbb tantárgyban alkalmazzák ezeket a modern eszközöket. Az informatika szakgimnazisták, ők tanulnak programozást, tanulnak webprogramozást, hálózatismereteket. A hálózatismeretekben nagyon komoly segítséget kapunk a Cisco cégtől, aki egy komplex tananyagcsomagot biztosított az intézményünk számára. Ezen kívül speciális információtechnológiai képzés is folyik a tantárgyak keretében, ami egyrészt a számítógép felépítését, konfigurációk összeállítását jelenti, a számítógép telepítését, illetve ami nagyon fontos, amit szeretnék kiemelni, hogy informatikai szakmai angolt is tanulnak. Ez azért fontos számukra, hiszen a szakma nyelve az az angol. Bárhová mennek tovább tanulni, magyar nyelvű szakkönyvek nem is jelennek már meg Magyarországon sem. A felsőoktatás is szinte anyanyelvén, az angol nyelven történik. A képzés során egyrészt választhatják az emelt szintű érettségit, ezt követően tovább tanulhatnak egyetemeken, főiskolákon, illetve a mellékszakképesítés választása esetén irodai informatikussá képezzük őket. A harmadik lehetőség az az, hogy a szakmai vizsgát követően, a szakmai informatika érettségit követően plusz egy évet itt tanulnak nálunk, ebben az esetben szoftverfejlesztőkké válnak. A katonai orientáció képzésünket azoknak az érdeklődő diákoknak ajánljuk, és igazából a képzés során azok a tevékenységek zajlanak itt, amelyek során egészségügyi ismeretekkel gazdagodnak a gyerekek, fegyverismeretet tanulunk, biztonságpolitikát, és fontos hangsúlyozni, hogy a következő évektől tervény között szerepel az, hogy a fegyverismeret során a megszerzett tudást meg lehet koronázni a képzés végén egy fegyvervizsgával adott esetben, és az is nagyon fontos, hogy az akadálypályánkat rendszeresen használjuk. Ez azért nagyon lényeges, mert gondoskodunk arról, hogy a diákjaink testileg folyamatosan edzettek legyenek, és tréningezzük őket különböző versenyekre, ahol úgy gondolom, hogy előkelő helyezéseket szoktunk elérni. 4. éve járok ide rendészeti orientáción. Nálunk az évek folyamán volt joggal, illetve belügyi rendészettel kapcsolatos tantárgyak, amelyek segítették azokat az információk birtokába jutni, amelyek a továbbtanuláshoz, illetve az érettségi teljesítéséhez szükséges. Nyilván itt a tanárok módszertanilag és alapjába véve is felkészültek, így a nyers jogot, illetve a belügyi rendészetet úgy tudják nekünk előadni, illetve
megtanítani, hogy az ne legyen annyira unalmas, és csoportmunkában is például fel szoktuk dolgozni ezeket. Ebben az iskolában, iskolarendszerű képzésben, 4 plusz 1 éves képzésben a diákok vasúti forgalmi szolgálattevőnek, illetve vasúti árufuvarozási ügyintézőnek jelentkezhetnek. Itt a diákoknak próbáljuk a vasúti terület minden területét minél szélesebben bemutatni, visszük a gyerekeket szakmai kirándulásokra, vasúti területekre, üzemlátogatásra. Az iskolánkban vasúti projekt terepasztalos foglalkozás is működik, ahol a gyerekek még közelebbről tudják saját maguk megépíteni a vasúti pályákat, domborzatokat, épületeket. A diákok itt a raktárban különböző munkafolyamatokat tanulják. Egy-egy munkafolyamat hogyan zajlik, milyen anyagmozgató gépeket használnak, ezeket az anyagmozgató gépeket milyen feladatokhoz használják, ezen az órán ezt tanulhatják, illetve maga a logisztikáról szeretnék egy pár szót szólni. Tulajdonképpen a logisztikának a lényege ez a rendszerben való látás, ugyanis itt megtanulhatják a diákok azt például, hogy a termelőtől a végső fogyasztóig hogyan jut egy áru el, milyen fázisokon keresztül megy át ez az áru, milyen kézen fut át ez az áru, hogy hogyan ér ide egy Coca-Cola, hogyan ér ide egy toll, milyen fázisokon keresztül megy át. Ennek a folyamatát tanulhatják meg itt a diákok. Különböző tantárgyak vannak még ezen az ágazaton. Tanulnak adózástant, vállalkozástant, pénzügyet, illetve a raktározás és a logisztika összes fortéját. Emellett a diákokat rendszeresen minden évben elviszük tanulmányi kirándulásokra. A kollégiumunk egy nem olyan rég, 4 éve felújított kollégium, a legmodernebb igények szerint történt ez meg. 4 maximum 6 ágyas szobák, ezek a kollégiumi elhelyezések, minden szobában fürdőszoba van. Viszonylag kevés kollégistánk van, 30-40 fő között mozog ez a létszám, a távolról jövő gyerekek számára biztosítjuk itt szerintem a kényelmes és nyugodt elhelyezést. A közösség az elején az kicsikét így laza volt, de most már így összeszoktunk. Most jöttek ide ugye a 9-esek, beszoktattuk őket, elmondtunk mi hol van, megmutattunk nekik mindent. Hát a felszerelés az szerintem nagyon jó, mert én meg vagyok felelégedve. Lemehetünk a konditerembe, udvarra kimehetünk, szóval én meg vagyok felelégedve. Számunkra nagyon fontosak az, hogy ezek a gyerekek itt olyan hasznos ismereteket szerezzenek meg, aminek segítségével később, akárha szakmát szereznek és nem kívánnak tovább tanulni, a munkavilágában megállják a helyüket. Felkészítjük őket a tovább tanulásra is, reményeink szerint meg is állják helyüket az egyetemeken, főiskolákon. Én úgy ítélem meg, hogy iskolánk meglehetősen barátságos légkörben fogadja ezeket a gyerekeket, nyugodt légkörjellem, kollégáinkat, az iskolát, egyáltalán a tanulói ifjúságot, szeretnek ide járni a gyerekek. Úgy gondolom, hogy miután vidéki iskola vagyunk, jó értelembe véve vidéki iskola, oda tudunk figyelni a gyerekekre, adott esetben személyes problémáikra is, és ezáltal talán egy kicsit gondoskodóbbá tudunk válni, mint egy olyan iskola, ahol nagyon sok gyerek van.